Országszerte bővítik a büntetés végrehajtási intézetek férőhelyeit. A BVOP közleménye szerint a börtönökben a férőhelyek száma összesen 12.869. Az utóbbi években folyamatosan nőtt a fogvatartottak száma, ma 18.204 az összlétszám, ami több mint 140%-os átlag telítettséget jelent. Ennek enyhítésére férőhely bővítési programot indítottak. A projekt részeként már átadták a Közép-Dunántúli Országos Büntetés Végrehajtási Intézethez tartozó Martonvásári börtönt. A Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben és a Budapesti Fegyház és Börtönben pedig újabb férőhelyeket alakítottak ki. Ezzel csaknem 1600-al nőtt az elhelyezhető fogvatartottak száma. A börtönök bővítése az eredeti ütemterveknek megfelelően halad, a kormány jóváhagyta az elkövetkezendő két év börtönépítészeti programját. A kollégáim elkészítették az úgynevezett fehér könyvet, hogy mit tartunk egy börtönnek. Jelenleg a tervezés fázisában vagyunk, és nagyon bízom abban, hogy jövő év márciusában a valós építési munkálatok is elindulhatnak. A távlati tervekben szerepel az észak-kelet-magyarországi régióban egy 1000 fogvatartott befogadására képes fegyintézet építése, és 8 új 500 férőhelyes börtön kialakítása is. A kormány döntése alapján idén több mint 1,2 milliárdot költenének férőhely bővítésre. A folyamat végén 2019-ben elérhetik a 19.000 fős férőhely számot. Ez azt jelenti, hogy ekkora 100%-os feltöltöttség mellett valamennyi fogvatartott számára biztosítható a megfelelő elhelyezés.